Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol végre megint egy holt mutathatok nektek. És arra gondoltam, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb szó rá, de kicsit kezdenek elfáradni azok a holok, amikor csak felveszem, elmondom a véleményem róla. Esetleg Bence értékeli, azokat nagyon szoktátok szeretni, de arra gondoltunk, hogy viszünk egy kis csavart a dolgokba, és a mai napon ti fogjátok értékelni az Everything 5 Pounds rendelésemet, tehát minden 5 font, ami átszámítva 2200 forint. Tehát, csak hogy tisztázzuk, minden, amit a mai videóban fogtok látni, 2200 forintba kerül, kivétel nélkül. És egyébként az oldalon vannak még leértékelések is, amikor egy pár cipőt körülbelül 450 forintért tudsz megvenni. Azoknak a kedvéért, akik érdeklődnének esetleg a rendelésben, nem kellett semmilyen áfát, vámot fizetnem rá. Azt hiszem, hogy talán szállítási költség sem volt. Összesen 14 terméket rendeltem, ami gyors matek. Amit fejben kiszámolva 30.800 forint az összes értéke a termékeknek. Délután már befotóztam nektek a termékeket, összeraktam egymás mellé kis sztorikba, és most pedig fel fogjuk olvasni a reakcióitokat. Nem néztem még bele, nagyon kíváncsi vagyok, nekem megvannak a kedvenceim, viszont kíváncsi vagyok, hogy nektek mik lesznek a kedvenceitek. Nem biztos, hogy sorrendbe fogok haladni, mint ahogy kitettem a sztorikat. Igyekeztem nagyon sokféle dolgot rendelni, mégis egy kicsit ősziesebbre hangolni a témát, és vannak kifejezetten nagyon jó darabok, viszont vannak kétesek is. De kezdjünk is bele, és nézzük az első darabot. Az első termékünk az egy iszonyatosan csillogó, recsegő, ropogó latex nadrág. Őszintén megmondom, hogy soha nem gondoltam, hogy latex nadrágot fogok bárhonnan is rendelni, de látjátok, ennek is eljött az ideje. A bőrnadrágokat nagyon szeretem, és ennyi idő alatt megtanultam már, hogy a bőrnadrágok nagyon necces ruhadarabok. Rengeteg márkának van bőrnadrágja, viszont nagyon sok rossz. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ha a latex nadrág jó, akkor valószínű a többi darab is jó lesz. Itt láthatjátok mellettem, hogy milyen sztorit tettem ki nektek. Őszintén megmondom, hogy ilyen picikét lehetne nagyobb. 38-as méretben rendeltem, és valószínű, hogy azért iszonyatosan passzentos, mert egyáltalán nem nyúlik. De attól függetlenül egyébként egész kényelmes és egész minőséginek érződik. Kezdjük el a reakcióitokkal. Azoknak a reakcióját dobja előre az Insta, akiket követsz, vagy sok az interakció. Úgyhogy az első reakció az anyukám lesz. Aki azt írja, hogy 8, de csak azért, mert én nem szeretem a latexot. Köszönjük, Éva. Vannak itt egyébként nagyon-nagyon jó értékelések is, 8-tól 10-ig, ami szerintem egyébként teljesen jó, 10 000. A formája, a színe így képről tök jó, csak rövid. Ez való igaz egyébként, hogy sokkal fentebb ér, mint a bokád. Anyag 10, fazon 6, nem az a tökéletes, kényelmes így ránézésre. Ebben igazad van. Nagyon tetszik, 10/9, 10/8, 7/6, 6/7, 7/8, 10. Egyszerre vagány és elegáns, ebben egyébként teljesen egyetértek. Vaciláltam is, hogy magas sarkúval vagy ezzel a kis szőrös cipőcskével vegyem fel. Szerintem egyébként, ha hétköznapokra nem is, egy-egy képre nagyon királyul tudna kinézni. Rengetegen írtatok, nem tudom nyilván mindet beolvasni, nagyon sokan mondtátok, hogy felesleges helyeken gyűrődik, de az az igazság, hogy egyáltalán nem rugalmas, úgyhogy ez szinte elkerülhetetlen. De őszintén megmondom, hogy 2200 forintért szerintem bomba. A következő termék az egy pulcsi, ami nagyon bájos babarózsaszín, púderrózsaszín színben tündököl a nyakán, illetve az alján, remélem látjátok, és a karján ilyen kis szaggatott hatása van, és meglepően puha, rugalmas és kényelmes anyaga van. Kifejezetten vékony egyébként, hogyha megnézitek, nem tudom mennyire látjátok. Arra gondoltam, hogy magas derekú farmerral betűrve, vagy kis szoknyával, tudjátok, egy nagyon jó magas csizmával baromi jól tudna kinézni, és egyébként is a színe szerintem nagyon cuki, és nem elvetendő az se, hogy amikor videózok, akkor általában csak ciciig látszódok, úgyhogy nagyon szeretem az ilyen érdekesebb
felső részű pulcsikat, pólókat. Szerintem meg fogjuk tartani az egész hol során azt, hogy édesanyával kezdünk, mert természetesen mindegyikre reagált. Erről az a véleménye, hogy egyel több, de semmi extra. Nagyon sokan voltatok egyébként ezen a véleményen, hogy nagyon átlagos, semmi nincsen benne, viszont szeretnének titeket meggyőzni, hogy egy viszonylag semmilyen ruhadarabot is lehet tök izgén használni, úgyhogy fogok nektek készíteni képet. Remélhetőleg mindegyikben rendesen stylingolva. Van, aki azt írja, hogy 10x4 túl csillámos, további pontok 8, 5, 10, 3, 7, 10, 7, 3, 6, 6, 6, 5, 7, 8, kicsit csillog, de neked jól áll. Szép, de nekem nem tetszik a magas nyakú, 10x8 kis lájtos. Nem vagyok oda a pulcsikért, szóval 7. 8 olyan kis egyszerű, de amúgy tök jól áll. Tetszik a színe, viszont a szabása annyira nem. Egyszerű, de mégis nagyszerű, nagyon jól áll. Köszönöm! Annyira jól néz ki, főleg ahogy csillog, nekem egy kicsit karácsonyi hangulatú is. Túl bő, 10x5, nem rossz, de nem túl extra. Hát kicsit furik nekem azok a bevágások, de jó. Nekem meg amúgy tök tetszik. Szerintem érdekes, hogy van benne valami kis plusz. Annyira jó egyébként, hogy tök más véleményen vagytok, és érdekes ezt olvasni. A következő darab nagyon megosztotta a tábort. Ez egy blues ing, látjátok, hogy kifejezetten átlátszó, viszont szerintem nem ízléstelenül. És ha jobban megnézitek, ezek a kis pöttyök rajta, szívecskék! Egyébként az előző pulcsi MS méret volt, ez SS, de mindent leteszek nektek a leírásba természetesen. Ezzel is arra gondoltam, hogy megint egy másik szín, amit videózásnál nagyon jól ki tudok használni, hogyha úgy van kedvem, akkor csak felveszem egy brálettel teljesen kigombolva, vagy akár egy testszínű melltartóval, ami egyáltalán nem látszik át, akár tudjátok teljesen begombolva egy szép nyaklánccal, vagy blazerrel, szerintem több sokféleképpen lehet variálni, és ebből is ki lehet hozni tök jó dolgokat, úgyhogy nézzük a reakcióitokat. Édesnya, tetszik 10, 10x6, ez se neked áll rosszul, csak maga az ing nem jön be. 10x100, eddigi legjobb 10x8, nagyon jól áll neked ez az ing, nagyon jó a színe, de szerintem ez egy nem. Nekem túl átlátszó és budgyos a színe, tetszik 6. Túl átlátszó, bő a színe, szép, megy a szemedhez, köszönöm. 7-10, 7-8, 5, szerintem nagyon jó, azok a kis szívek, 10x8. Kicsit átlátszó, de tetszik. Nagyon szupi és nagyon jól kiemeli a szemed. Nem rossz, de ugyanez a fazon fehérben szerintem sokkal jobb lenne. Igen. Az vagány. Nagyon jól néz ki. A pontokat nem biztos, hogy olvasom. Rengeteg, nagyon változó. 6, 9, 7, 9, 8. Nagyon sok 10-es van. Hát nem olyan jó, hogy átlátszik, de tetszik 10. Ó, én imádom az ingeket, szóval nem kérdés. 10x1000. Szép a színe, és több alkalomra is felvehető. Anyaga jónak tűnik, bár kicsit átlátszó a mintája. Egyszerű, de szép. Ez nagyon jól néz ki. Stílusos, 10x9. Ez viszont király. 10x7. Átlátszó, de jól 8. Annyira még visszatérnék egyébként, hogy pár helyen a varrásból kiállnak cérnák, viszont nem bomlik, és maga a varrás, nem biztos, hogy így látjátok, de egyébként teljesen rendben van. A gombok erősen rajta vannak, nincs semmi kényelmetlen feszülés, vagy olyan fura érzés, úgyhogy teljesen jók ezek a ruhák, és nem hiszem el, hogy 2200 forint, az nagyon kevés. A következő darab nagyon megosztotta a közönséget. Próbálnám nektek belőni kanári per nap per mustársárga. Kicsit anyagában fényes, mondjuk rá azt, hogy blues. Egész végig látjátok középen van egy ilyen kis húzása. Nagyon bő az ujja, és a csuklójánál szűkül be. A csuklója elég bő, tehát az kicsit csúszkál, de az anyaga teljesen rendben van. Valamiért lyukas a cetlie, és itt is egy nagyon picit kiáll a varrás. Ez is egyébként egy 6-os méret, de maga az anyag kellemes, nem szúr, nem csikíz, nem csinál semmit. Barbie azt írja, hogy dög, anyukám azt írja, hogy no-no. Na nézzük, nem az én világom, 10x4 nagyon dögös, 10x10 én nem venném fel, de neked nagyon jól áll. Van, aki csak ilyen szájhúzós emojit küldött. 10x2, 10, 5, 10x6, 5, 4, 1, ez eddig a legjobb, 10.
2, 3, 5. Nem tudom, hogy neked maga a sárga felső tetszik-e, de nekem megint csak maga a ruha fura. Elegáns, nem a te színed, 3, 8, 2, hát én nem venném fel, de 10/6. Nagyon jól áll rajtad. Nagyon sokan írtátok, hogy aladinos hatása van, Jászmin hercegnő, és van, aki azt írta, hogy belles a színe miatt, van, aki azt írta, hogy opic Barbie is. Őszintén megmondom, hogy valahogy amikor néztem a ruhákat és válogattam, olyan jól nézett ki a csajon, a modell csajon, hogy valami hihetetlen. Összességében egyébként talán erre érkezett a legtöbb negatív, úgyhogy kifejezetten igyekszem majd valahogy jól stylingolni. Van, aki egyszerűen leírta, hogy csúnya. Túl Szulejmán. Ilyet többször kell csinálni, ez nagyon tetszik. Anyaga jónak tűnik, egyszerű, de nagyszerű. Bármilyen extra alkalomra el tudnám képzelni. Nagyon sokan írtátok, hogy túl mély a kivágása. Nekem a színe nem tetszik, a fazon jó, 5 pont. 10/7 nagyon kivágott, ez a szín egy kicsit rikító nekem. 70-es évek, vagy nem tudom, nagyon szép a szűkítés és a kivágás is. Őszintén megmondom, ez volt szerintem a legmegosztóbb az összes közül. Hatalmas felismerésre jutottam, és képzeljétek el, hogy 4 vagy 5 terméket nem raktam ki, és kezd nagyon hosszú lenni a videó, úgyhogy megmutatok még nektek 2 darab cipőt, és utána egy következő videóban megmutatom a rendelés másik felét. A következő darab akkor legyen ez a diszkó cipő, teljesen hologrammos az egész, chunky, fehér, vastag talpa van. Egyébként nyilván kínai szagú, ilyen tudjátok, ez a büdös gumi szagú. 8-asba rendeltem, 8-as a lábam, viszont ha újra rendelnék cipőt, akkor egyet felméreteznék, ugyanis éppen jó, és sokkal kényelmesebb lenne egy ilyen nagyobba, úgyhogy ha rendeltek cipőt, akkor mindenképpen egy számmal nagyobbat rendeljetek, de egyébként meg tök jó, és teljesen kényelmes, nem túl meleg, nem nyikorog, nem csikorog, nem ropog össze-vissza. Divatcipő szerintem, tök cuki. Nézzük az értékeléseket. Bence tetszik, 3 éve, édesanyja 10. 10/10, 10, kedvencem 9, wow. Nagyon tetszik, teljesen más, mint én, ezért 6. Végtelen, 10 millió. Ezt a mintát per szint imádom. Rengeteg 10, nekem kicsit túl sok, 7. Nagyon tetszik, ez sem rossz, végtelen. Ez cuki, de szerintem a fénynél túlságosan világít. Rengeteg 10. 10/3, nem az én stílusom, ez a kedvencem, nagyon jó a színe, az alakja és minden. 10/15. Pontosan ilyenem van, és imádom. Nekem is ilyet szerelem. Ez túl színes picit, egy bulira el tudom képzelni, de hétköznap nem. 10/6. Anyának a táskájához menne. Van egy olyan is, hogy 10/10 000, ez ki... ott jól néz ki. Úristen, ez baromi jó, ultra menő. Összességében imádtátok a cipőt. És őszintén megmondom, hogy nekem is nagyon tetszik, de egy picit kicsi, úgyhogy nem tudom még mi lesz a sorsa. És az utolsó résztvevője a mai videónak, ez a csodaszép bordó, hasított bőr, magas sarkú csizma. Őszintén megmondom, hogy cipők közül ez a legkényelmesebb. Ez se nyikorog, a sarka, látjátok, full stabil, egyáltalán nem imbolyog, a talpa egyenes, amennyire egy ilyen cipő kényelmes lehet, kényelmes, és nagyon jól fogja a sarkadat, tehát nem ilyen bő azon a részen, itt ez egy kemény rész, és ez maga a zoknis része, az pedig nagyon puha, és teljesen rásimul a bokádra. Úgyhogy nézzük a ti értékeléseiteket. Édesanyja szerint 15. Elegáns és érett nő hordiet, nem sok dologgal szép a bordó, de a feketével és az arannyal jól áll. 10/9. Őszies, nagyon jó szetteket lehet hozzá csinálni. 8-10, 7-8, 10-10, 9-10, szupi, csodás. Nagyon jó a stílusa, igazi őszi darab, tűsarkú, hegyes forró, csoda. 10/10. Úristen, én nem vagyok csajos öltözködést illetően, de ez a cipő 10/10. Ez egy nagyon szép csizma. Nagyon jó, imádom ezt a cipőt. Ultravagány. Ha fekete lenne, akkor 10/8. Wow, honnan vetted? Lent van a linkje a leírásban. Ez nagyon vad, ez jó.
furi, de 10 per 8. Jól néz ki, de ott fent jobb lenne, ha szorosabb lenne. Én beleszámolom azt is, azért nem mondom, hogy zavaró, mert farmeroknál például bele lesz húzva a farmer, és akkor pedig szerintem ki fogja tölteni, és nem zokni volt rajtam, hanem farisnya. Nagyon nőies, nagyon szép. Sose értettem az ilyen csizmákat. Ízlések és pofonok. Nekem nagyon tetszik, szerintem csodaszép. Tetszik a színe olyan madamos. Hát ez valami gyönyörű. Ez brutál, 10 per 10. 10 per 7, nekem ez nagyon magas, de a színe szép. Dögös, szép őszies a színe. Lol, ilyen nekem is kell. 10 per 10, nagyon nőies, és a színe is tökéletes. És ezzel szerintem a végére is értünk ennek a körnek. Ha szeretnétek, hogy a következő részbe esetleg belegyenek vágva a válaszaitok, akkor azt jelezzétek itt a komment részlegbe, vagy írjatok nekem üzenetet Instán, az Instán mindig lent van a leírásban. Nem szerettem volna először beletenni, ugyanis ha valaki nem szeretne esetleg névvel szerepelni, akkor azt nagyon nehéz megoldani. Viszont a következő részre azt is meg tudjuk csinálni, hogyha szeretnétek. A fele terméken mentünk végig, úgyhogy a következő videóban ugyanennyi terméket fogtok látni. Gondolom erre rájöttetek, de nem szponzoráció a videó, mindent magamnak vettem, de ettől függetlenül leteszek nektek a leírásban minden linket, mert baromi jók a termékek. Úgyhogy ha szeretnétek, akkor próbáljátok meg az oldalt. Az az igazság, hogy a szállítás az kicsit hosszú volt, több mint egy hét, majdnem kettő szerintem, viszont minden 2200 forint, és árérték arányban tökéletes a minőségük. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor csekkoljátok le, én pedig köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ebben a videóban. Hogyha tetszett, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Instán mindig lent van a leírásban. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk, sziasztok!